Na sziasztok emberek, üdvözlök mindenkit újra, ez a legfrissebb videóm, és ebben a videóban az Operencia The Stolen Sun című játékot szeretnétek bemutatni. Ez azért különleges ez a játék, mert egyébként magyar csapat csinálta, a Zen Studios, akik egyébként a pinball játékokat is csinálták, a flipper játékokat, ha jól emlékszem, és ez most a legfrissebb játékuk. Úgyhogy nagyon szeretném megköszönni a Zen Studiosnak, vagy akiktől kaptam a disztribúciót, ugye a játékra a kódot. Ez a játék egyébként már egy ideje kint van Epic Games Store-on, úgyhogy még nem volt hozzá szerencsém, hogy játszok vele. De most kint van Steamen a játék, amire én megkaptam a játékot, és hogyha szemfülesek vagytok, akkor fönt boldon, fölöttem, de amúgy, hogy jobb oldalon, hogy 4 percet játszottam a játékot, ez pontosan annyi. Tehát ez konkrétan annyi, ez annyi volt, hogy én belenéztem, hogy egyáltalán elindul-e, meg hogy néz ki, és állat. Oké, szóval, nagyon fontos, hogy a játékot lehet játszani ugye magyarul, tehát magyar felirattal, de, és javítsatok ki, lehet, hogy van benne szinkron, én nem találtam benne magyar szinkront. Viszont a mesélő, aki meséli a történetet, ő viszont érteni tisztán, hogy amúgy ő magyar, csak angolul beszél, jó? Mindegy, játszunk, elkezdjük a játékot legelejétől. Nem szeretném kijönni a prológust, belenézünk a prológusba, ez a játék eleje lesz, jó? Mégis milyen az egész? On the other side of imagination, there lies Operencia. A world where reality embraces fantasy, where dreams foretell destinies, where history meets legend. I hail from this land, and I have a story to tell. I was there when the great dragon Thade rose from the depths. None could stop him. Humanity faced its doom, until arrived the Sword of Legend. Until arrived Attila. Szóval az Operencián túl, ugye annyit mondott ugye a mesél, az Operencián túl ott volt egy hely, ahol ugye szörnyek voltak, és hogy megjelent ez a szörny, de ott termett a hős, Attila. Oké, okay. Szóval az alvilág kapuja, nem is annyira régen történt, hogy Attila király megvalósította a korábban elképzelhetetlent, és közös birodalomban egyesítette Operencia minden országát, elcsitítva rajtuk minden háborút, az ismert történelem során először. De az elképzelhetetlen újból megtörtént, bár ezúttal minden volt, csak békés nem. Az alvilág démonai erői megnyitották az Operenciába vezető első kaput, amin akár egy teljes hadsereg is átjutott, és ezt bőszen ki is használták. Oké, okay. Nyom meg egy billentyűt a folytatáshoz. Alvilág kapuja, és mindjárt állítunk feliratot, jó? A játék egyébként Unreal Engine-t használ, csak mondom. Kurva jó néz ki. We should have seen this coming. Well, it's not every day an army dares launch a surprise attack against the mighty Attila. And it is not any day that an army defeats him. Admit it. Part of you admires such an ambitious assault. You know me too well, Rekka. It's just... You prefer to be the one surprise attacking. Like I said, you know me too well. We're here. Okay, so... Be ready for anything. The source of the invasion lies ahead. Have you any idea what to expect? Possibly. Perhaps you'd like to prepare me. You wouldn't believe me if I told you. Bocsánat, egy pillanat, be akarom állítani a... Ja igen, magason van minden, meg 2500-1400 szokásos, igen. Hol van a... Párbeszédek... Rácsai szabad... Gyors menü kamera... Hol van a felirat? Feliratok, basszus, az kell, oké. Okay. Zsír! And there we have it. A scorned past love on a quest for revenge. I wish I could immediately dismiss that assumption. Okay. Oh, this will be interesting. Egyre izgalmasabb. Okay, szóval! Skacok, nagyon fontos, hogy amit tudok a játékról, oké, okay, tehát új küldetés, zárt be az alvilág kapuját. Oké, okay, a játék, amit láthatjátok lent a térképet. I've always wanted to visit this village. Ott. It is quite pretty. Hogy... Tell that to the great forest. Ez egy régi RPG játékok alapján van készítve.
Especially once these lands are drenched in the blood of our enemies. No, jó, well jó, said, egyébként a párbeszédek. It's as though Hador himself has gifted me with my own personal goddess of war. Okay. Szóval, ugye ez a két ember, aki itt van fölöttem, az egyik ugye a hercegnő, az ki itt, a fölötte meg ugye Attila. Szóval, hogy az van, hogy ugye a játék úgy van megcsinálva, hogy amellett, hogy RPG elemeket tartom, illetve RPG játék, blokkonként kell menni. Tehát most, hogyha én megnyom az előrét, akkor nézzétek, akkor itt van mind a két kezem. Látjátok? Tehát, hogy magától megy, és ilyen blokkokként lehet irányítani, mint a régi típusú RPG-ket. Ez sokaknak nem jön be, úgyhogy nem a kedvence, én sem vagyok közülük való, tehát én sem rajongok az ilyenekért, de egyébként alapjában a játék maga, nekem nagyon tetszik, és nagyon tetszik a hangulata is. Perhaps there's something useful here. Keep your eyes open. Okay. I'll let you handle this, my love. Okay. Nicely done. Ez a... igen. This is some fire. Találj módot a tűz eloltására, oké? Okay. Kéne valami, hát víz, nem? Tehát, hogy víz. There, that bucket. Hops. Yes, let's grab it. Oké, okay. Akkor most töltsünk bele vizet, ugye? És akkor nyilván akkor így kell oltani ott a tüzet azzal. Here, fill the bucket. Megtöltöm, igen. Vedder. Oké. Okay. There we are. Full bucket. Okay, teljes üdő. Szóval most, jelenleg, most hiába én egyedül megyek, ettől függetlenül jelenleg kettő embert irányítok, mintha együtt mennének, ugye? Ez fontos, tehát hogy ez így van megoldva, hogy a régi RPG elemekkel. Igen, ezt szeretném használni, igen. Looks like it's time for some real action now. Jó. Itt van egy ellenfél. Ez egy gyík. Hello. Oké. Okay. És körökre osztott harc van. Igen. Tehát itt írja, hogy egyszerre legfeljebb négy csapatok vehet részt a csatákban, tehát négyen lehetünk összesen, akit irányítunk mi egy személyben. És minden támadásnál, illetve védekezés után, minden támadás után a karakterünk jön, és ha mindenki lépett, akkor jön az ellenség. Tehát most jelenleg ott vannak lent, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, egészen 9-ig. Ha én rányomok egy 8-asat, vagy ide húzom az... igen, tehát mondjuk... ide kattintok az emberre, jó, most ez ilyen tutoriál mutatja, hogy kicsoda, igen. Az első csata néhány képességnél sokkal hatékonyabb, az első sorban álló ellenfeleket, így van. Míg a másodikat érdemesebb távolabb elhelyezkedők ellen használni. Oké. Okay. Képességek leírása. Képesség leírása részletes információkat ad, jó, igen, igen. Jó, kritikus találati esély, hatás, képesség sebzése és egyéb hatásai. Igen, 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 igen. Képesség leírása. Cselekvési sorrend, igen. Jó, tehát itt vannak a sorrendek, hogy ki fog először ütni, és hogyan. És akkor itt van az, hogy oké, most ennek a hatása, ez sólyomcsapást, három nyilvessző egyidejű kilövését, 47-53 fizikai sebzést eredményez. A minden ellenfélnek. Csináljunk egy olyat, hogy ez mit tud ez a 8-as? Félelemkeltés. Jó, először félemlítsük meg őket. Mit szóltok? És utána meg... nyomjuk egy 1-est? Vagy nem tudom. Aha, ide. Igen, és most jön Attila, mert hogy Attilánál izé van. Nyomjuk az 5-ös. Aha. Igen. És most jönnek a dögök. Igen. Most jön a másik, igen. Most megint a királynővel vagyok. Legyen egy 8-as. Félelemkeltés, igen, és most Attilával rányomunk egy 4-est. Kivédte. Oké, hát ez nem olyan jó. Igen. Igen, ezzel pedig híleltük magunkat. Igen. Híleltük pedig a királynőt. Jó, erre nyomunk egy 5-öst. Igen, mert ez területi, és ugye többet sebez. Igen, a 7-es. Kicsit híleltem a királynőn, oké, okay, most legyen egy 1-es. Rávágunk egy ilyet, 8-as. Oké. Okay. Nem, próbáljuk meg ezt. Úgy néz ki, hogy a közelharchoz eléggé, a közelharcot tudják állni. Jó. Jó, meghaltak. Oké, okay.
És akkor győzelem, és a, most jelenleg nem kaptunk ugye zsákmányt, viszont innen ugye, hát ez még tutoriál gyakorlatilag. Göncöl, és itt van. Királynőm, végre megérkezhetett. Miként is, miként a tátos is, Subádból ítélve nem ismerlek téged neved. Göncöl vagyok, felség, egy vándor. Furcsa, hogy seregem nincs veled, hová tűntek? Halottak. Kérlek, kövessetek. Oké. Okay. Göncöl mutatja nekünk az, a, az utat. Már nem sikerült lezárnunk a kaput, amikor felért az alvilágnak az első hulláma. Lemészároltak mindenkit. Az alvilágiak időről időre kapukat nyitnak Operenciára, de közel sem ilyen szörnyűségeket. Zárjuk le, még, zárjuk le egyszeres mindent korra. Oké, teljesítettétek a küldetést. Igen, most már hárman vagyunk, tehát vannunk van a királyné, ugye Attila és Göncöl. Igen. Ezt be kell aktiválni. It's only the beginning, friend. Reflecting solid rays across the gate will seal it. The dishes can be dragged and moved to reflect another until the gate is sealed. I had always heard gates to the underworld are much smaller than this, even undetectable to most Operencians. I know only of gates intended for individuals. Oops, hello. This is the first centered on full-scale invasion. How many others have you seen, my lord? Just one, long ago. Okay. Far away. Az a baj, hogy... Az a baj, hogy... Egy-kettő nincsen használva. Semmilyen formában. Egy emberek átmenni, mert szétég ez az egész. Szétéget. Tehát le kell zárnunk a kaput, de... Van egy, ami viszont ott mellettünk gyakorlatilag, hát most idézőjesen, de lyukas, tehát hogy hiányos ez, a, ez az egész. És nem is tudunk tovább menni amúgy. A kurva életbe. Már nem? Láttátok? Lehet, hogy tovább kéne menni, ott van mögötte valami cuccos. Ott! Ott van! Megvan! Oké, oké. Okosan. Először kap egy ilyet, utána... Nagyon jó. Ú, nagyon jó! Úristen! Oké. Mi van? Mi van? Hát ez... Zsír. Oké, oké. Ezek mondjuk elég OP-k így. We'll need this. Igen. Itt van ez. My card is nearby. Itt van a szekerem, közelben kellene. Szerintem megoldja. Attila, Attila megoldja. Igen. I think you know what goes here, Your Majesty. Naturally. Találd meg a fénygyűjtő. Igen, az megvan. Találd meg a fénygyűjtő hiányzó darabját, az megvan. Az a baj, hogy nem lehet, nem tudom tovább tolni ezt az egét. Várjál. Várjál! Az a baj, ne, azt nem volt jó beállítva. Szóval nagyon érdekes ez egyébként, hogy ilyen, úgymond tényleg ilyen kockákon kell járkálni. Aha. Ezt följebb kéne emelni, és akkor azzal... tudunk csinálni egy olyat, hogy figyeljetek. Tadá! Hopsz, hello. I was away. My only option, I'm afraid. Indeed. Ja, hogy ez van a fény, tehát hogy igazából nem sebez minket, jó? I've never felt safer in my entire life. He has that effect on people. At least the ones he likes. És ha én azt ott elfordítom, ezt itt, ezt nem lehet elfordítani egy kicsit? Oké, a rohadt életbe. Megtámadtak minket, várjál már. Succubus. El is sárkány. Oké, oké, na várjátok, kell egy olyan, hogy... Igen, ez egy nagyon jó út. Ez tökéletes. És kell nekünk egy... healenünk kéne. Oké. És kell nekünk egy... egy energiapajzs is. Nem, nem, várjátok? 8-as. Oké, most a többi jön. Ja nem, várjátok, még egyszer. 5-ös. Ez területi, ez nagyon jó Attilának ez az ütése.
Királynő elég szar állapotban van amúgy. Tömeggyógyítás. Zuhanó sziklá. Oké. Okay. Az elég beteg egy izé volt. És akkor ezt rányomjuk a négyest. És ezt túlélte. Succubus! Aha, van még manánk. Oké. Okay. Várjátok? Melléüt, nem érted? Melléütött. Oké, okay, várjál. Ez mi az a hatos? Egyes kö... Oké, okay, próbáljuk meg a hatost. Oké. Okay. Kettő élete van. Ne baszd el. És vége. Oké. Okay. Az a baj, hogy Rékának nagyon könnyen lement az élete. Attila meg Göncöl, az oké, okay, az rendben van. Teje alapjába véve. Várjátok? És ezt itt át kéne... Nem. Már nem. Aha. Ezt kéne itt. Oké, okay, lezártuk a kaput. And now we only have an entire underworld army to deal with. Sounds like my kind of a day. Their celebration was short. Nem örülhetek soká a boldogságnak, a meglepetés ereve érkező égi támadás hamuvá pezsert körülöttünk mindent. Igen? Mi volt az? Pontosan mire gondolsz, egy sárkány. Azt hittem, hogy csak legendákban léteznek. Bár azok lennének. Hirtelen megint nem érzem magam biztonságban, de ne érts félre, felség. Igen. Tovább. Keresd meg a sárkányt. A sárkányt. Oké, okay, és merre? Hol van egy sárkány te? Vissza? Visszafele? Nem. Nem, azt írja, arra jelzi itt a térkép, lent látjátok, hogy egy ilyen agyart, hogy arra van valamerre. Nem, itt. Aha, itt, bocs. Ott a sárkány. Ez háromfejű sárkány. There. Did you see it? Láttátok? Yes. Igen. Yes. Ez egy ki? It's too bad you won't be able to face him yourselves. Garabonciás varázsló. Milyen kárt találkozni, már nem fogtok, ha muszáj. Your reluctant succubus hails from the underworld, wizard. Az alvilágból számolnak varázsló ellenben veled, ugyan miért nem állsz az, miért állsz az utunkba? My order knows what is best. A rendjeim tagjait több jövőt szánnak ennek a birodalomnak, legyen elég ennyi királyom. King succubus, attack! Szukubuszok, támadás. De én most. Kész csörő, hogy ilyen sokáig velem maradt. Vagy veled maradt, igen. Most egyre kell küzdened magadért. Oké. Okay. Az ki? Megidézett egy lidércet, nem érted? Oké. Okay. Figyeljetek, csináljunk egy olyat. Bazd meg, ellenállt, nem érted? Leperiszte az izémat. Nagyon basszuk a lidércet. Igen. Na, ezt véd ki, faszfej. Igen. Oké, okay, hetes. Rékának nagyon megy le az élete. Igen. Kéne életet töltenem. Oké. Okay. Vele is. Az a baj, hogy... Oké, okay, a területét az csípjük, csak az a baj, hogy a lidércet nem biztos ki tudjuk nyírni úgy, hogy Réka túlélje. Az a baj, hogy csak védekezni tudunk. Oké, okay, na várjatok. Réka nem sok életed van, viszont kevés. Várjál, hatos.
De el tudnám nyomni, nem? Vagy nem? Védekező 25 védelmi bónusz biztos, hogy két körre, és ezúttal visszatölt 20-30%-ot. Oké. Okay. Ez megint megidézett egy lidércet. Oké. Okay. Réka kiesett. Na nem olyan jó. Te! Ez így nem olyan jó. Váltok. Üssed már! Oké. Okay. Attila? Esküszöm, nem baj, ha ütöd. Igen. Végezzük már ki ezt a faszt. Négy élet. Oké, okay, meghalt. Jó, hát még ugye... Ez nem olyan jó így. Hatos. Azt nagyon baszta, mondjuk sokat nem lett le neki. Mi? Ne csak, ne bassz, most komolyan. Várjál már, ez nem jó így. Ez nem olyan jó így. Oké. Okay. Hallod? Meg fogunk halni. Ezek kinyírtak? Na jó, oké. Na, skacok, akkor ezt nem húznám tovább, ilyen a játék. Operencia és az elveszett nap. Magyarok csinálták. Én ezt mindenképpen végig akarom vinni, csak nem így. Mégis nem ezen a monitoron, hanem nagyba tévén, faszán, tehát tényleg. Úgyhogy én azt mondom nektek, hogy ez egy nagyon jó játék, mert nagyon nehéz megszokni a harcrendszert egyébként. A lépésekkel, meg az, hogy ilyen blokkokba mozogtok, egyébként engem annyira nem zavar. Harcrendszer az furcsa, mert én nem nagyon, nem az, hogy nem szeretem, csak nem vagyok hozzászokva az ilyen körökre osztott verekedésnek, illetve harcnak, és sokkal jobban szeretem azt, amire ténylegesen van egy harcrendszer kiépítve, de ettől függetlenül nem rossz egyébként a játék és az elképzelés. Nagyon tetszik például, hogy a magyar ugye ezt a népmeséket idézi meg ez az egész. Nagyon tetszenek benne a karakterek, jók a nevek, a párbeszédek is tök jók, meg a háttérben, amikor beszélgetnek az emberek is egymással, tehát a Réka, meg Attila, stb. Nekem nagyon tetszik egyébként, jó a feelingje. Az egyetlen hiányosság, amit így elsőnek, de nem tudom, hogy lehet, hogy nyilván ez attól függ, hogy mennyi példányt tudnak majd eladni belőle, és ha annyit, akkor úgyis kap majd egy szinkront. Legalábbis én nagyon remélem, mert tök jó lenne tényleg úgy végigvinni egy játékot, amiben ténylegesen egy ilyen, főleg egy ilyesfajta RPG-t, amiben full szinkronos az egész, majd magyar szinkronnal, nagyon király lenne. De egyelőre... Hát ezzel kell beélnünk, de egyébként kurva jó. Jó, skacok, szóval ennyi lettem volna én mára, nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Még egyszer szeretném megköszönni a Zen Studiosnak, hogy megkaphattam a játékra a kódot. Megjelenés előtt, csak ugye nem nagyon volt rá idő csinálni róla a videót. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer, a legjobbat kívánom mindenkinek, szevasztok!